Zsúfolásig megtelt a Krúdi Árt mozi csütörtök este. A nézők mellett a Kárpátaljáról érkezett statiszták is érdeklődéssel várták Zsigmond Dezső új filmjét, amely a Gulág Emlékbizottság támogatásának köszönhetően jött létre, elkészítését a Magyar Művészeti Akadémia is segítette. A Málenkei robothoz kapcsolódó történéseket sokáig elhallgatták, először Nagy Zoltán Mihály regénye foglalkozott a témával. Ez alapján készítette a filmet a rendező, aki korábbi munkáiban is gyakran megjelenítette a kisebbségek sorsát. Azt gondolom, hogy minden megalázott és nehéz sorsú, főleg kisebbségben élő nép és ember sorsa izgat, és mindig is ilyen filmeket készítettem azokról az emberekről, akiknek a kiáltása, sikolya, mint például 1943-44-ben ott Kárpátalján, amikor a Nagy Szovjetunió az utolsó határköveket is letette, és kiderült, hogy a kárpátaljai ember nem magyar ember, hanem szovjet ember. Ennek a népnek a sikolyát sehol nem hallották meg a világban. Ez egyébként a filmben is elhangzik. A film Tóth Eszter életén keresztül mutatja az eseményeket. Az asszonyok útnak indulnak, hogy élelmet vigyenek a háromnapos munkára behívott hozzátartozóiknak, így kezdődik a mű. Azóta tudjuk, hogy a Málenkei robot sokkal tovább tartott három napnál. A 18 esztendős Eszter szerepét Tarpai Viktória alakítja, aki a kárpátaljai Nagymuzsajon él, gyermekkora óta ismeri a történteket, és korábban monodrámaként játszotta már a regényből készült előadást. Kislánykorom óta hallottam ezekről a szörnyűségekről, erről az időszakról, mert 10 éves korom óta jártam a Vidnyánszki Éva néni vezette gyerekstúdióba, és ott minden évben méltattuk ezeknek az embereknek az emlékét, úgyhogy felkutattuk a falvakból a megmaradt verseket, és tehát az embereket úgymond, akik akár Nagymuzsajban, ahol én születtem, akár a környező falvakból. A produkciót Megyénkben forgatták, számos jelenetét a Sóstói Múzeumfaluban vették fel. A főbb szerepeket Szűcs Nelli és Trill Zsolt alakítják. A film kárpátaljai bemutatóját január 22-én tartják majd Beregszászon.